A 100 évvel ezelőtt elfoglalt Szerbiáról tartott pénteken előadást Pintér István történész a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban. Az előadásnak több aktualitása is volt. A Bessenyei Ferenc Művelődési Központban a Vásárhelyi Történelmi Kör szervezésében Pintér István történész tartott előadást az 1915-ben elfoglalt Szerbiáról. A megemlékezésnek több aktualitása is volt. Az első világháború 100. évfordulójában vagyunk, illetve az osztrák-magyar és német csapatok támadása 1915. október elején indult meg Szerbia ellen. A szerb ellenállás ellenére itt a szerb hadseregnek kb. Kétharmada az kiesett, megsemmisült, tehát vagy a vesztesége, vagy pedig a hadifoglyok tették ki ezt a borzalmas veszteséget, és hát volt egy maradványa, ami el tudott menekülni, de ez egy rendkívül sikeres hadjárat volt, rendkívül sikeres vállalkozás volt, és tulajdonképpen hát most erre próbálunk emlékezni. A 100 évvel ezelőtti történéseket Pintér István történész vetítéssel kiegészítve tette szemléletesebbé.